Gondoltál már arra, hogy milyen csodálatos az, hogy az ember, az emberi test, az ilyen nagyon-nagyon remek szakszigetelő? Gondoltál már arra, hogy ez milyen jó? Mármint... Hát, hogy a maga az emberi szövet, az, igen, amiből mindnyájan felépülünk. Ja, hogy nem érzed, hogy milyen büdös a léped? Vagy hát mire például, hát gondoljál bele, például tele vagy szarral. Igen, ez konkrétan. Ez egész konkrétan. És hogyha nem lenne, hogyha a szövet, amiből felépülsz te magad, Bulcsú, igen, nem lennél ilyen nagyon jó szakszigetelő, akkor szarszagod lenne. Tehát akkor, és azt tudod, hogy van ilyen betegség, tehát van, amikor van, akinek a gyomorperisztaltikája az megfordul, tehát szegény nem lefelé dolgozza néha a cuccot, hanem fölfelé, és akkor jön fönn is ki, aminek lenkének jönni. Ilyen nyitott gyomra van? A gyomorperisztaltikája. Tehát két fele jön ki. Egy felé megy be, és két fele jön ki belőle a info. Aha. Durami. Roppant kellemetlen lehet. Jó, ha már a szagoknál tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a hajléktalanokról, akiket szagról ismerünk fel többek közt. Hát a hajléktalanokkal kapcsolatban roppant nagy az intolerancia országszerte, és hát mindenki nagyon önmagát sajnáltatva meséli, hogy képzeld, beköltözött a házamba egy hajléktalan. Képzeld el, hogy egy hajléktalan beköltözött, csak úgy, ott a lépcsőházba ott fekszik, nem lehet tőle meglenni olyan büdös, de arra nem gondol, hogy mondjuk odakint mínusz 13 van, és hogyha kimegy a hajléktalan, akkor odakint megfagy konkrétan, de rohadjon meg és takarodjon onnan, és aztán később meg is fenyegették a hajléktalant, mégpedig így kiraktak valami tacepaut a falra, hogy ha nem takarodik innen, akkor leöntik hideg vízzel. Most gondolj bele, ez... Jobb ez, mint Amerika, mert Amerikában a standard, vagy az egyik tipikus hajléktalan halál, az a leöntik benzinnel. Ez komoly? Álmában, igen. Benzinnel? Igen. Az kicsit csúnyabb ébredés egyébként. Atya úristen. Jó, hát persze. De a benzinnel leöntik, az is borzalmas, de ha hideg vízzel valakit leöntenek mínusz 13 fokban, az gyakorlatilag olyan, mint persze, a benzinnel öntenéd le, megölöd. Így van. Megölöd. Hát ha választani kell a között, hogy a büdös szagot elviseld, vagy valakinek az életén jelentősen roncsál, akkor a nap végén úgy látszik legtöbbünknek nagyon egyszerű a válasz. Az a szörnyű, hogy ezek az emberek, ezek valóban szó szerint a társadalom szemetje. Az igazság, hogy ez a társadalom, ez a jelenlegi társadalom, ha valakinek nincsen pénze fogyasztani, azt nem képes embernek tekinteni. Nem képes emberi mi voltát elfogadni, elismerni. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogyha van cashed, van pénzed, ott van nálad Széchenyi, mondjuk egy jó 10 000-es formájában, ő jót áll érted. Széchenyi a haverod, Széchenyi megmondja, hogy te jó polgár vagy. Nem Széchenyi, Szent István. Na, a Széchenyi az 5 000-es. Hát, már egy Széchenyi is igazából tud téged beajánlani. Szocializálni egészen. Igen, képesen. Konkrétan az emberi közösségekbe. De hogyha nincs nálad a haverod, nincs nálad Széchenyi haverod, vagy Szent István haverod, akkor kész. Akkor meg vagy lőve. Onnantól kezdve, ha nem, tehát konkrétan, ha nem vagy fogyasztóképes, nincsen benned pénze senkinek, onnantól kezdve le vagy szarva, gyakorlatilag tényleg olyan vagy, mint az ember, mint az emberiség szemetje. Tehát pontosan úgy, ahogyan az ember legyárt egy csomó mindent, amit aztán egy pillanat alatt elhasznál, és azzal már neki nincs dolga igazából, nem is foglalkozik vele, hanem így szemétre hányja. Hát ezek a így kidobja. Na most pontosan ugyanezt történik az emberekkel. Igazából elvégezte a funkcióját, hát így igazából most már nem tudunk mit kezdeni vele, és kihányjuk a szemétrányuk. Miközben nem sok együttérzést tanúsítanak az emberek a hajléktalanok iránt, negyedük fél attól, hogy maga is elveszíti a tetőt a feje fölül. Karácsony előtt sajátos képet fest az emberi viszonyokról, hogy egy brit felmérés szerint 2-szer annyi ember sajnálja a kidobott kutyákat, mint a hajléktalan embereket, akik drog, pszichológiai vagy egyéb problémák miatt kerültek az utcára, esetleg illegális bevándorlók. Na ez is ennek a rohadt férgesült civilizációnak az teljes, komplett betegségéről. Hogyha beöltözöl kiskutyának, tehát utcára kerülsz, egy dolgod van, be kell öltöznöd valaminek, akárminek. Kutyának, lónak, majomnak. Akárminek, és onnantól egy minimális esélyed van. Valaki hazavisz. De ha ember vagy, emberként vagy az utcán, akkor ott rohadjál meg konkrétan. Ez az a civilizáció. Komolyan azt mondom, hogy a nyugati civilizációnak nincsen létalapja, hogy fennmaradjon. Komolyan mondom, hogy itt az idő, de tényleg eljött az idő, hogy söpörje el egy hatalmas vihar. És hogy majd mi fogja hozni azt a vihart, azt majd meglátjuk. Én tulajdonképpen leszarom. Lehet, hogy majd a tengerek kelnek ki a medrükből. A légkör lehetetlenül el, tehát ezek a globális időjárási folyamatok lesznek azok, amik beteszik a kaput ennek a civilizációnak. Lehet, hogy az iszlám, lehet, hogy Kína, lehet, hogy ez a három így együtt, és az is lehet, hogy majd valami belső változás, majd valami belső forradalmi változás lesz az, ami elsöpri ezt a jelenlegi rendszer. De itt már nem is politikáról van szó, társadalomról.
kultúrának a teljes végső széjjel hullásáról van szó. Az egész civilizáció van akkora válságban, amihez képest a római birodalomnak a válsága kutyafasza volt. Most komolyan, én komolyan mondom, tehát itt arról van szó, hogyha az utcára kerülsz, miért kerülsz az utcára? Valószínűleg azért kerülsz az utcára. De hallottuk az előítéleteket, azért kerülsz az utcára, mert vagy őrült vagy, vagy drogos vagy, ugye ez az első két feltételező. És ha az vagy, és ha az vagy. Onnantól kezdve te kiírtad magad az emberi társadalomból, ugye ez a szabály. De és hogyha az vagy, akkor mi van? Akkor nem vagy ember, akkor nem érdemled meg az együttérzést, nem érdemled meg a gondoskodást, akkor dögölj meg az utcán. Hát akkor, ugye... akkor nem kell téged segíteni, akkor nem kell téged gyámolítani. De egyébként az a döbbenetes, hogy ez a civilizáció közben meg képmutatóan, szemforgatóan magát keresztény civilizációnak nevezi. Hát, hogy így folyamatosan hivatkoznak Krisztusra, de ez már nem több a számukra, mint a polgári képmutatásnak az egyik eleme. Hát nem több annál, mint hogy húzze ószert, vagy nem. Gyakorlatilag jó... Ami még felmerül bennem, az a következő, már sokszor elmondtam, de nem bírom megállni, hogy megint nem mondjam el. A egyik csatornán megy az a műsor, ahol bizonyos állatokat mentenek meg. Ez egy amerikai műsor. Ezek a kutyák például... Reality Channel, vagy ez? Azt hiszem, de teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a kutya ki van száradva, nem kapott már régóta vizet, és megjelennek ezek a nagyon gondos és fontos emberek, és beülnek egy világszép Verdába, és elmennek, közben elmennek legalább három hajléktalan mellett, de nem, ők oda mennek, és a szomjazó kutyán segítenek. No. Ilyen infúziókat kötnek bele a kutyába. No, én örülök, hogyha a szomjazó kutyán segítenek, nincs ezzel bajom. De hogy lehet elmenni közben három hajléktalan mellett úgy, hogy annak a figurának ugyanúgy vízre van szüksége? Szóval ez valami egészen döbbenetes. Jó, az a... legtöbbször azt mondom, hogy az emberek többsége sötét. De azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek többsége rohadt. És nem is igazából... korrupt a szó eredeti jelentésében, ugye a korrupt az azt jelenti, hogy valami elromlik, egyre rosszabbá válik. Igen, ez létromlás. Így van. Tehát, hogy amikor azt látom, hogy csúszunk le magunk alá, olyan szintekre csúszunk le, olyan barbárokká kezdünk válni, amilyen barbároktól régen, Krisztusra hivatkozva, meg Arisztotelészre hivatkozva védelmeztük a civilizációnkat, hogy majd el fogják söpörni a barbárok. Régen, Robi, hát hányszor hallottuk azt, hogy jön ide majd az iszlám barbárság. Na jó, hát egy kicsit azért néha magunkba kéne szállni. Egyébként kifejezetten érdekes ugye a magyarok... Az iszlámban még ma is halamizsdát adnak egyébként a koldusnak. Mivel persze, hogy ez egy vallási tétel, és ott ugye bár nem volt felvilágosodás, ott még ma is vallási fundamentalizmus van. Mit tesz a vallási fundamentalizmus? Hogy komolyan veszik a prófétájukat, akik pedig azt mondta neki, hogy adjatok a koldusnak alamizsnát. Mit jelent a felvilágosodás? Mit jelent az, hogy mi ebben a civilizációban szekularizáltak vagyunk? Mit jelent az, hogy mi ebben a civilizációban felvilágosultak vagyunk? Mert túltettük magunkat a hiedelmek világán, a legendák világán. Az, hogy szarunk Jézusra is arra, hogy ő mit mondott, szarunk rá, nem adunk a koldusnak, nem adunk a szomjazónak, az éhezőnek, nem gyógyítjuk meg a beteget, nem gondozzuk, mert mi felvilágosultak vagyunk, mi a pénzt hajtjuk, mi a karrierünkön dolgozunk. Miért válik valaki hajléktalanná? Ez egy fontos kérdés lehet. Elsősorban azért, mert elveszti maga körül azokat az embereket, akik segíthetnének valahogy, elveszti a társadalmi beágyazottságát. Miért válik hajléktalanná valaki? És miért kell ezért annyira megvetni? Ha mondjuk pszichológiai problémái lesznek. Próbáljál meg végigcsinálni az utcán egy telet. Kíváncsi vagyok, hogy nem lesznek-e pszichológiai problémáid. Kíváncsi vagyok arra, hogy ha nincsen hova menned, az emberek átlépnek az utcán, vagy leköpnek. Folyamatos kiszolgáltatottságban és nyomorúságban kell élned. Fázol, semmi más nem marad számodra, ami megmelenget, úgy lelki, mint testi értelemben, mint az alkohol. Akkor majd te nem válsz pszichológiailag defektáltá. Bocsáss meg, gondolod? Ne arra úgy, csak imádom, amikor az okozattal magyarázzák az okot. Tehát valaki az utcára kerül, nem lehet mínusz 20 fokba végigcsinálni egy telet pia nélkül. Ezt mindenki teljesen nyilvánvaló, hát meghalsz. Az egyetemi tanár is elkezd inni az első héten, és a szakmunkás is, és az is, aki csak két általánost végzett el, mert mindegyik élni szeretne, és az alkohol az egyetlen egy túlélési lehetőség. Ennyi. És akkor ezek után elkezdik magyarázni, hogy hát igen, hát a drog problémák, a komoly alkoholizmus, ugye ez az, ami szegregálja őket a társadalomtól, ez pontosan az okozatnak, az okként való feltüntetése, és könyörgöm, mi tört? És attól, hogy valaki alkoholista, büdös, és
már három értelmes mondatot nem tud összerakni. Vegyük ezzel szembe egy kutyát. Egy kutya is büdös, nem alkoholista, de ő se tud három mondatot összerakni, és mégis az egyik iránt felelősséget érzünk, a másik iránt nem. Én pontosan ugyanazt szeretném, ugyanazt az egyenlő elbánást szeretném kérni a hajléktalanok felé, amit mondjuk a kutyák felé meg tudunk tenni. Miért kell a hajléktalanokat megvetni? Én azt nem értem. Vagy mondjuk jobban, mint a kutyákat. Mitől lesz valaki hajléktalan? Mondjuk attól lesz valaki hajléktalan, mert elvált a feleségétől, és a felesége kiforgatta őt abban a lakásból, ahol addig lakott. Mondjuk azért lett valaki hajléktalan, mert amíg nem volt az, és amíg a társadalomhoz tartozott, addig nem tudott megfelelő mélyen beleágyazódni ebbe a társadalomba, hogy később ez ne tudjon vele megtörténni. Tehát ez talán olyan nagy bűn lenne. Nem olyan nehéz egyébként hajléktalanná válni. Képzeld el, hogy nagyon-nagyon szereted a feleségedet, és a feleséged meghal. Mondjuk. Képzeld el, hogy nem bírod elveszíteni, nem bírod elfogadni, nem bírod megemészteni, nem bírod feldolgozni az ő halálát, az ő elvesztését. És ezért mondjuk elkezdesz inni. Tegyük fel. És miután alkoholista leszel, elbocsájtanak a munkahelyedről, miután elbocsájtottak a munkahelyedről, nem tudod fenntartani a lakásodat, és elveszted azt is, eladósodsz, aztán elárverezik a fejed fölül. Az a baj, hogy a jelenlegi civilizáció az kb. Úgy áll hozzá az emberi kapcsolatokhoz, meg viszonyokhoz, hogy nekem is meg kell küzdenem minden forintért, nekem is meg kell küzdenem minden falatért, amit megeszem, vagy a gyerekem szájába adok, küzdjön meg ő is, ő se kapja ingyen. Egy kutyával más a helyzet. Tehát a kutyát az kedvelésből tartjuk. Az egy alacsonyabb rendű életforma. Őt megszánjuk. De hogy itt pusztán arról van szó, hogy azért vetik meg a hajléktalanokat, mert ha én képes vagyok, ő miért nem képes, és elvárja a segítséget, ugye? Én képes voltam rá, ugye? Egyszerű barátommal kitaláltuk azt az ötletet, hogy legyen az erkölcs a hobbi. Tehát ugye akkora divat a hobbizás, hihetetlen pénzeket szórnak el emberek luxus hobbira. Olyan jó lenne, hogyha egyszer az erkölcsből sikerülne egy ilyen jó terméket csinálni, és az emberek akkor például pénzüket nem golfpályákon költenék el, hanem például ugyanilyen hobbiból, ugyanígy akár urizálva, ugyanígy eljátszva a macsó top menedzsert adnának azoknak az embereknek, akik rászorulnak. Jó, meg valamit azért lássunk, hogy egyre nagyobb Magyarországon a leszakadó réteg, tehát egyre több helyen üti föl fejét a mélyszegénység, egyre könnyebb beleesni a mélyszegénységbe, és azt is tudjuk, hogy onnan felfelé nem nagyon vezet az út. Ugye az, hogy nő a mélyszegénység, az nem csak azt jelenti, hogy egyre többen szegényebbek, hanem azt is jelenti, hogy gyakorlatilag, ha már az ember egyszer oda került, akkor nagyon nehéz kikerülnie. Hogyha még egy példát akartok, akkor a Mérő Lászlónak az Élő pénz című könyvében emlékezzetek arra a fejezetre, amikor azt írja, hogy igazából leginkább a pénz csinál pénzt. Ebből a logikából elég erősen következik, hogy a nincs pénzből roppant nehéz pénzt. Nem, soha nem lesz konkrétan. Na most képzeld, hogy egy hajléktalan szálló laksz, és még mosakszol is. Tehát, hogy így nem vagy büdös. Szerzel egy állást magadnak, és akkor dolgozol. Mikor vakarod ki magad a hajléktalan szállóból? Mondjuk keresel egy nagyon jó munkahelyezon, és keresel 70 ezer forintot. Mikor vakarod te ki magad a hajléktalan szállóból? Mikor lesz neked lakásod? Hát ennél még veszélyesebb ugye az a tendencia, hogy nagyon sok ember ma Magyarországon az tényleg a létminimum környékén él, és ráadásul teljes mértékben függő viszonyban van az állásától és az államtól. Tehát abban az a fizetési kategória, ami a mélyszegénység környékén van, az azt jelenti, hogy éppen hogy a nagyon szűkös szükségleteidre van pénz, a legelemibb szükségleteidre van pénz. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy bármilyen gond miatt téged kirúgnak, vagy az állam a költségeidet jelentősen megemeli, nincs eszközöd, tehát nincs lehetőséged arra, hogy ezeket a problémákat megold. És ez egy hihetetlen nagy felvevő piaca lesz, ha szabad ezt így mondanom a hajléktalanoknak. Nagyon sok SMS-t kaptunk, és nagyon sokan vetik a szemünkre, hogy mindenféle képmutatóak, meg hipokriták vagyunk, úgyhogy olvasok egy párat. Amikor a nyugatit megszállták a csövesek, a MÁV munkát és munkásszállást kínált nekik. Hárman fogadták el, én rendszeresen kínálok nekik élelmet, de az nem kell. Nézd, hát mivel tudsz segíteni? És hogyha alkoholt kínálsz, az bezzeg kell, ha alkoholt kínálok. Most azt vedd észre, hogy mivel tudsz segíteni. Tehát ha segíteni akarsz, akkor akarjál segíteni. Hogyha azt látod, hogy te egy üvegvodkával tudsz azon az emberen segíteni, akkor szerintem nem helyes dolog, mit tudom én, másfél kiló kenyeret vinni neki, mikor lehet, hogy éppen nem éhes, hanem éppen fázik. Érted, miről beszélek? Tehát, hogy ne a saját szabályait szerint akarjál neki segíteni, hanem azt vizsgáld némi empátiával, kedves
kollégám, hogy neki mire van szüksége. Én pontosan ezt akartam mondani, kicsit látom ezt a forgatókönyvet, hogy oda jött a akárki, a MÁV, vagy bárki, és elkezdett diktálni. Nem, mondom, megint nem itt keresendő a megoldás, azt kéne megkeresni, hogy ezek az emberek saját szükségleteik mentén önerőből hogyan tudnának kikeveredni ebből a helyzetből, ennyi. Szevasztok! Ne állítsátok már be úgy a dolgot, mintha a kóborkutyákon többen vagy hamarabb segítenének, mint a hajléktalanokon, pedig erről szólt a hírünk, kedves Attila. Egyébként pedig a rászorultság nem függ a lábak számától, ezzel egyetértünk. Igen. De a nyomorúság az függ a lábak számától. Tehát a nyomorúság az igenis függ, és meggyőződésem, hogy egy ember az jobban tud szenvedni, mint egy állat. Pontosan azért, mert tudatában van annak, hogy mi történik vele. Egyszerűen intellektusa van, tehát egy állat sosem fog tudni úgy szenvedni, mint egy ember, mert egy állattal megtörténik a dolog, amíg ő öntudatlan. Az ember pedig reflexív, tehát reagál a saját maga fájdalmára. Úgyhogy egyetlen egy dolgot tudunk e szerint, a filozófia szerint javasolni, a hajléktalanoknak húzzanak két cipőt a két kezükre, és akkor innentől kezdve négy lábuk van, és több esélyük. Sziasztok! Milyen állam az, amelyik annyi felelősséget nem képes felvállalni az állampolgáraiért, hogy a minimális megélhetés biztosítsa nekik, írja öreg bicsuhanc. Na hát milyen állam? Ilyen rohadt állam. Igen, beszéltek róla, de tesztek is valamit? Befogadtatok már egy homeless-t? Megtennétek? Mutassatok példát, szerintem, írja Polszki, de valami 6 ilyen szellemű SMS-t kaptunk. Csak járaszátok, vagy tesztek is valamit a hajléktalanokért? Most hány hajléktalan lakik nálatok? Várjál, van itt még egy pár. Egyébként tesztek ti valamit a szófosáson kívül? Várjál, nálatok mennyi hajléktalan lakik? Ennyi, tehát így legalább 7-8-an írtak nekünk ebben a szellemben. Hogy állunk a bor meg a víznek és a prédikálásnak a kapcsán? Hát én nem tudom, konkrétan én vállaltam valaha életemben, hogy gondoskodni fogok a társadalomról. Vállaltam, kötött velem a társadalom szerződést valaha, mert az állammal kötött. Ez, a társadalmi szerződés jegyében az lenne az államnak a feladata, akarom mondani, a kötelessége, hogy mindenkinek emberhez méltó életet biztosítson. Ne hagyjon embereket az utcán szemétmódjára megrohadni konkrétan. Kötött velem az állam? Én mit tehetek a magam eszközeivel? Azt tehetem, hogyha hajléktalant látok, kér tőlem hajléktalan, és képes vagyok rá, akkor segítek, akkor veszek tőle újságot, akkor adok neki pénzt, és nem kérdezem meg tőle, hogy piára költi, vagy kajára költi, mert rábízom, hogy ő mire költi, mert azt gondolom, hogy ő tudja, hogy neki akkor ott mire van szüksége. És ha piára van szüksége, és ő rajta a pia segít akkor ott abban a szituációban, én nem fogom neki azt mondani, hogy azt nem, mert az neked nem jó. Azt majd én tudom helyetted, hogy neked mire van szüksége. Van szó. Egyébként mi egy virtuális szerződést azért kötöttünk a hallgatókkal, és az ennek az egyik pontja talán az lehetett, hogy a társadalmi felelősség, a társadalmat leginkább mozgósító témákról beszámolunk a saját ízünk szerint. Szerintünk ez egy fontos társadalmi krízis, és be is számoltunk róla. Ennyiben én a kötelezettségemet úgy érzem letudtam. Hali, nincs igazatok most. Egy, a kutya nem tehet róla. Az ember és ha tehet, és de ez a kérdés, hogy és ha tehet, akkor mi van? Ez számít? Ugye? Tehát számít ez ebben a kérdéskörben? Tehát ha tehet róla, akkor rohadjon meg? Igen, tehát, egyébként ide kapcsolódik a felvilágosodás, amiből sikerült valahogy annyit elsajátítanunk, hogy a döntési szabadság az azt jelenti, hogy megtehetem azt, hogy nem segítek másokon. Valahogy a döntési szabadságunk az alapvető emberi morált, vagy hogy mondjam, ha nagyon-nagyon gusztustan szóval az alapvető faj morált, amit mondjuk egy kutya érez egy másik szenvedő kutya iránt, azt valahogy felülírta. Igen, tudod, hogy mit érzek? Hogy valahogy az emberi fajon belül nincsen szolidaritás, nincsen összetartozás, vagy megszűnt a fajhoz tartozás tudata. Cserébe viszont kaptunk szabad választást, amivel semmit nem tudunk kezdeni egyébként. De konkrétan, tehát, hogy az állatoknál azért az van, hogyha az egy fajhoz tartozók azért segítik egymást. Tehát azért ez megvan, tehát ez létezik. Az embernél ez valahogy kipusztult. Tehát ugye olyan azért a legritkábban fordul elő, hogy egyfajhoz tartozók írtóháborút folytatnak egymás ellen. Arról nem is beszélve, hogy ugye a hajléktalanságnak az egyik kiváltóka, ez pontosan az, amit a Robi már az első blogban elmondott, hogy elveszíted azokat az embereket, akik, hogyha nagy gondban vagy, segítenek rajtad. Egyre vagy kevesebb talán soha ilyen nem ember. Is voltak ilyen emberek körülötted, mert nem figyeltél arra, nem gondoltad azt, hogy te neked ilyen mélyen be kell ágyaznod magad. Mondjuk volt egy barátod vagy kettő, de különben meg úgyis mindig melóztál, meg bámultad a tévét, volt egy felesége. Ahogy egyébként mindenki más. Igen, és úgy gondoltad, hogy egy hogy teljesen nyerekben igen, vagy. Igen, van egy jó állásod, ahogy mindenki másnak is abban az utcában ugyanaz volt az állása, elment kohásznak, stb. Igen, de most már azt kell, hogy gondoljam ebben a jelen társadalomban, hogyha nincs 16 olyan ember körülötted, akit látnád, de a szemében látod,
hogy képes a tűzbe tenni érted a kezét, akkor nagyon vigyázzál, mert te is kihullhatsz ebből a hálóból. Mert nagyon képes az autóját eladni csak azért, hogy te ne halljéhet. Na erről van szó. Ha találsz 16 ilyen embert magad köré, akkor talán biztonságban vagy. Akkor talán azt lehet mondani, hogy mindig lesz egy rohadt lépcsőház vagy egy garázs, ahol meghúzhass magad. Különben megrohadhatsz. Különben egyetlen egy esélyed van, hogy ha van farkad, akkor próbáld meg a fenekedre felragasztani és csóválni. Az állat és embermentést ne egymás rovására fikázzátok. Teljesen igazad van, szükség van mindkettőre, nem is akarom, csak a prioritás nekem, az én szájam íze szerint az embernél kezdődik. Ez az én véleményem. Szívesen tenném az életem a szerencsétlen sorsú emberek legalább lelki támogatására, de akkor előbb-utóbb én is irritáló hajléktalan lennék, nem támogatna senki, írja a kávé. Na jó, hát ez reális. Ezért jó ötlet azoknak az embereknek, akiknek luxus hobbiuk van, hogy legyen a következő új luxus hobbiuk az erkölcs. Ez nem is hangzik rosszul. Na, ki lehetne próbálni legalább egy napra. Így van. Hát ha bejön. Hát ha beüt, jobban üt, mint a kokain, mondjuk. Na, arra gondoltam egyébként, hogy... Mint a feng shui, vagy a golf, mit tudom, meg ki kell próbálni. Na, mindent érdemes kipróbálni. Egészen hosszú ideig működött ez az erkölcs nevezetű játékszer. Hát ha még érdemes vele játszani egy picit. Szóval... Azon gondolkodtam, hogy értek minket itt azok a kritikák, hogy mit teszünk mi, ugyan mit teszünk mi a hajléktalanokért, hány hajléktalan él nálunk. De most itt az a kérdés, hogy most itt arról van, tehát hogy ez a beszélgetés, ami itt köztünk virtuálisan, itt az SMS falon keresztül zajlik. Mi a mikrofont használjuk ti meg az új begyeiteket. Ez akkor arról szól, hogy mi most jó fejemberek vagyunk, vagy szarfejemberek vagyunk? Hogy mi most rendes jó gyerekek vagyunk, erkölcsösek mert vagyunk? Mert akkor vagy... nem újdonság, hogy nem vagyunk túl jó fejek. Vagy rohadt képmutatóak? Tehát most ez a műsor témája, vagy a hajléktalan kérdés? Tehát tegyük fel, hogy igazatok van. És történetesen mi tényleg rohadt képmutatóak vagyunk, és nem lakik nálunk senki. Attól kevésbé lesz igazunk abban, amit mondunk a hajléktalan helyzetről? Tehát erről a szituációról? Tehát most az a kérdés, hogy személyeskedni akarsz, és arról akarsz beszélni, hogy én egy rohadt szaralak vagyok, vagy pedig hozzá akarsz szólni a témához. Tehát beszéljünk a hajléktalanok helyzetéről. Egyébként nem gondolom, hogy egy rohadt szaralak lennék, pusztán azért, mert ahányszor lehetőségem van, azért adok valamit a kezükbe. De ha tegyük fel igazad van, és nem adok soha, és nem segítem őket semmivel, és szarok a fejükre, akkor attól kevésbé igaz az, amit elmondtam? Tehát most velem tehát azzal vitatkoz, amit mondok, ne pedig az életemmel vitatkoz, érted? Én se kérem rajtad számon, hogy nem tudsz helyesen írni, meg hogy nincsenek kint az ékezetek, meg mit tudom én, miért foglalsz akkor állást a magyar politikai bolha cirkusz ügyében, mikor még te sem vagy elég, vagy miért primitívezel le valakit, amikor nem tudsz helyesen nem tényleg írni egy mondatot? Érted, miről beszélek? Na, hát itt van Bauer G, aki nagyon-nagyon-nagyon korrektül látja a dolgokat. Értem én, talán el is fogadnám, de még ti sem különböztetitek meg eléggé a társadalmi felelősséget és az egyénit. Nagyon-nagyon helyesen látja. Nem teljesíthetem a magánszemélyként mindazt, amit az én adóforintjaimból nem tesz meg az általam megbízott és fizetett végrehajtó hatalom. No, akkor pontosítsuk, az államnak hatványozottan sokkal nagyobb a felelőssége ebben az ügyben. Ezért... Az államnak felelőssége van, kifejezetten felelőssége van. Az én részemről, hogy mondjam, a szolidaritás hiánya még mindig nem felelőtlenség, mert nem vállaltam felelősséget, csupán csak nincsen meg bennem a szolidaritás. Tehát ez a társadalmi felelősség, ez elsősorban. Az én morálom szerint van egyfajta ilyen egyéni felelősség is, és ezt mindenki maga dönti el, hogy mire terjed ki. A mai kornak az erkölcse az ezt nem ismeri el. De még a mai kornak az erkölcse is arról szól, hogy létezik a társadalom és az állam között egy megállapodás. Így van. Amelynek jegyében az egyén lemond egyéni jogainak bizonyos részéről, a társadalom illetve pedig kötelezettségeket vállal. Illetve a pénzének egy jelentős részéről. Bizony, az állam pedig ennek fejében kötelezettségeket vállal a társadalommal szemben. Például biztosítja az emberhez méltó életet. Na most ez nem történik meg. Ezt mi számon kérjük az államon. És akkor elkezditek a mi szemünkre vetni azt, hogy nálunk hány hajléktalan lakik. Hát vegyétek már észre magatokat. Egoista írja, önerőből kilábalni a hajléktalanságból ugyanaz, mint önerős vakbélműtét. Hát akkor próbálkozzon mindenki. Sziasztok! Tudjátok, az a legmegdöbbentőbb a számomra, írja öreg Bicsuhanc, hogy amikor például a metrón pénzt adok egy csövesnek, a többi utas úgy néz rám, mint egy hülyére. Hát világos, hát hülye vagy te? De tényleg? Konkrétan hülye vagy te? Abból a pénzből, abból neked vállalkoznod kell! Ő pedig el fogja inni, mint ezt jól tudjuk, és még büdösebb lesz, oda fog hányni a kedvenc járdámra.
Talán a minőséggel van a baj, és nem a mennyiséggel. Másrészt az állatok talán kevésbé tehetnek a hajléktalanságukról, és hiába vannak barátaik. Jaj. Tényleg belementünk egy olyan csőbe, amiből szeretnék egyszer és mindenkorra kikeveredni. Nagyon jó, én örülök, hogyha az állatok iránt érzünk felelősséget. Azt érzem, hogy mivel az állat védtelen, ezért meg gyámoltalan, megtanulta az evolúció során azt, hogy hogyan kell szépen pitizni, még nagyon sok ember nem erre lett evolúciósan rákényszerítve, ezért valahogy nagyobb szolidaritást érzünk, de ettől függetlenül adjatok kaját az éhező kutyáknak, csak azt kérem, hogy legalább annyit adjatok az embereknek is. Szívemből szóltok, írja Lina, bár nehéz ezzel szembenézni. Hát nehéz, lehet, hogy nehéz szembenézni. Annyira ezzel, nehéz, hogy mindennel foglalkozunk megint a Robival, velem, akármivel, csak magával az ügyen. Ha. Fiúk, az Animal Planeten is megy az állatmentő műsor. Inkább ember, mint állat. Bár van egy pár nagy állat, aki mást érdemelne. Egyetértünk. A legfontosabb dolog nem az, hogy segélyeket adjunk nekik, hanem megmutassuk, hogy van erejük, van képességük, és visszaadjuk a hitet magukban, hogy van lehetőségük arra, hogy ebből az állapotból kikerüljenek. Nem tudom egyébként, hogy vissza lehet adni valakinek a hitet ilyen stádiumban. Komolyan, én úgy tudom, legalábbis hajléktalanoktól azt hallottam, hogyha egy telet végig csinálsz az utcán, onnan már nincsen visszaút a társadalomba. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell ezekről az emberekről gondoskodni. De nagyon nehéz elképzelni egyébként, hogy... Jó, csak tényleg nem azt látjuk, hogy a társadalom össze-vissza töri magát, és az egytelen túli hajléktalanokkal már nem lehet mit kezdeni. Persze. Nem ez a tendencia. Tényleg, fusson zátonyra az állam ebbe az ügyben, ne a konvergenciában. Az államnak az a kötelessége, hogy segítsen ezeken az embereken, és hogyha ezek az emberek képtelenek, vagy nem hajlandóak, vagy egyáltalán nem akarnak az aluljáróból fölmenni, de miért? Mert az aluljáró biztosítja egyedül az ő megélhetésüket egyrészt, másrészt meg az aluljáró szocializálta őket. Tehát nagyon nehéz a szocializációtól eltérni. Nagyon nehéz kilépni a szocializációs keretek közül. Gondoljál bele, te élsz valahol, mondjuk élsz a szüleiddel, vagy élsz Magyarországon, Budapesten, na, utálod, mint a szart. De tényleg, utálod, egyébként van rajta mit utálni. De nem tudnál máshol élni, mert itt vagy otthon. Nyomorúságos, de otthon vagy itt, és ez az otthonod, és nem bírnád máshol csinálni. Na most a hajléktalannal miért lenne másképp? Ő is gyűlöli az életét, van rajta mit gyűlölni, de szocializálta őt az a környezet, az az élete. Érzelmileg kötődik hozzá, na most, és nem csak érzelmileg. Ha ő ott fázik konkrétan, akkor az államnak nem az a dolga, cseppet sem az a dolga, hogy azt mondja, hogy na hát akkor én elviszlek innen téged A pontból B pontba, és ha nem tudsz jönni, akkor rohadjál meg, hanem hogy kivisz oda neki egy kályhát, hogy ne fagyjon meg. Jó, ennél pontosabb az, hogy az állam azért viszi ki onnan, miért viszi ki onnan, nem azért viszi ki onnan, hogy jobb életet biztosítson számára más helyen, hanem azért viszi ki onnan, hogy ne legyen szem előtt. Ez az egyedüli szempont. Hát az szemét az utcákon az Európai Unióban? Hol élünk már? Elvakart sebet nem nézünk szívesen, legalább ne lássuk, rakjunk rá egy nagy darab raktapaszt, attól majd biztos meggyógyulunk. Veszik a drága marhahúst az oroszlánoknak, mikor itt a sok csöves. Na hát igen. Hát az állat kell. Na jó, hát pontosan erről van szó. De egyébként vegye, szóval... Nem erről van szó, hogy nem jut az eszébe, hogy abból a marhahúsból egy 3 kilót levigyen a... De nem abból a marhahúsból, hanem hogy nem csak oroszlánok éhesek ebben az országban, hanem hajléktalanok is. Nem kell abból a marhahúsból adni. Ne az oroszlánoktól vegyék el a marhahúst, hanem vegyenek a hajléktalanoknak is, könyörgöm, mert emberek, ennek az országnak a polgárai, és ezek a kormányok hogy szarnak rá, az döbbenetes. Elkezdve a Demszkivel, folytatva az Orbánnal, a Gyurcsánnyal bezárólag, mindegyik kormány, amelyik eddig itt volt, szart bele. És miért szart bele? Mert a társadalmat nem foglalkoztatja ez a kérdés, ezzel nem lehet szavazatokat szerezni. Így van, nem lehet szavazatokat veszteni, igazából... most mit veszíthet vele? Hát ő csak avval nyer szavazatokat, végre rend van az utcákon, végre nem kell neked hasra esned egy hajléktalma, nem kell az ő bűzüket szagolnod, és mindenki szépen tapsol, hogy na végre egy igazi szociáldemokrata politika nyert ebben az országban, a kis emberek problémáival foglalkozik. Pedig mondom, Magyarországon folyamatosan nő a szegénységi olló, aki ma meg van győződve arról, hogy soha nem lesz hajléktalan, az könnyen ott találhatja magát, hogy ezeknek az embereknek a nagyon nagy része teljesen meg volt győződve arról, hogy nem fog elveszteni az állását. Nektek mennyi a havi fizetésetek, és ebből mennyi az alamizsna keret? Ha BKV-val utazol naponta, legalább 30 koldussal találkozol.
hát ha neked erre telik. Na jó, hát ez még már a van-e rajta sapka, vagy nincs-e rajta sapka tipikus esetben. Hogy ne menjünk be abba, hogy akkor... mennyi a fizetésünk, jó? Ha adok, akkor az a baj, ha meg nem adok, akkor meg az a baj. Tehát mindenképpen baj van, ugye? Egy kicsit szeretnénk ezt a médiasztár illúziót fenntartani, úgyhogy a fizetés kérdése ezért se válaszol. Robi, neked politikusnak kellene lenned. Irigylem a tanítványaidat, írja János. Hú, én vagyok a tanítványod? De nem az a zseniális, hogy János az már maga egy apostol. Jaj, nem áll. Posztomra törsz, János. Nem, most már ebből elég. Kaptunk egy fasiszta SMS-t. Kivel? Engem nem segít az állam, pedig én adót fizetek. Azért segítsenek a hajléktalanoknak, mert ők semmit nem tesznek az országért? Fú. Jó. Akkor... Ijesztő, de tényleg ijesztő emberek vannak komolyan. Ez hihetetlen. Mi az, hogy azért segítsen, mert ő semmit sem tesz? Nem érted? Itt kockázatközösség van, vagy hogy fogalmazzak már? Itt társadalom van, na! Nem emberek csoportja. Emberek vannak egymás mellett. Na erről van szó, hogy nem látod a társadalmat, csak embereket látsz. Tehát azt látod, hogy ha valaki szarba kerül, akkor ő szarba jutott. Rohadjon meg! Egyébként hagyj halljam meg az SMS írónak a világát ez ügyben. Az egészen világos, hogyha mély szegénység problémáján nem segítünk, tehát azoknak az embereknek, akik ma nagyon közel vannak ahhoz, hogy akár hajléktalanok legyenek, első körben, hogyha ezen nem segítünk, akkor nem lesz képességük, nem lesz készségük arra, hogy másokon segítsenek. De ki mondta, hogy a szegényeknek rettenetesen, nem kell segíteni? Rettenetesen önzőek és függő játszmában lesznek, lévén, hogy mindent az egy darab államtól kapnak, és abban a pillanatban, hogy elzárja a pénzcsapot, nekik végük van. Ezért nincsen társadalom. Milliárdosok sarcolják a társadalmat úgy a magánszférában, mint a kormányzatban. Milliárdosok szedik meg magukat, több és több pénzük lesz, extra profitokkal, meg ultra profitokkal dolgoznak, és amikor a majdnem legszegényebbek a saját sorsukon aggódnak, akkor a legszegényebbre mutogatnak, és hogy ő kapja bele. A sok pénzt, abba rúgnak bele. Na pontosan erről van szó, hogy nem azok, akik milliárdosok, és akik miatt ti szegények vagytok, nem azokat látjátok bűnbakoknak, nem azokra mutogattok, hogy miért vagyunk szegények, hanem a legszegényebbekre. Őtőlük akarjátok elvenni az utolsó filléreket, vagy az utolsó betevőfalatot is. Miért ad az állambácsi a másiknak, amikor nekem se ad eleget, ugye ez a mentalitás, és ez annak köszönhető. Miért ad az állambácsi azoknak, akiknek több van, mint valaha el tudnám képzelni, és miért ad az állambácsi azoknak, akik maguk az állambácsi? Egy állatnak a természetes közege a szabadság és a falka. Egy embernek meg a fedél és a társadalom. Szeretem az állatokat, de mi őket kiragadjuk, a hajléktalanokat, meg kitaszítjuk a természetes környezetükből. Hát ez abszolút. Na erről van szó, pontosan így van. Tehát amikor egy állatot magadhoz veszel, akkor gyakorlatilag ugyanúgy megfosztod a természetes közegétől, mint amikor egy hajléktalant kizavarsz az utcára. Így van, amellett, hogy bizonyos házi állatok, ugye kialakult egyfajta evolúció, szimbiózis a macskákkal, akik rágcsálókat írtottak, mint nagyon hatékony vadászok, stb. A farkasokkal, a kutyák elődjeivel, akik meg sok elmélet szerint megmentették a jégkorszaktól, a jégkorszakban az embert például, stb. Tehát volt egy ilyen közös történet, egyébként a Huszáriknak az Elégia című filmét most ide nagyon tudom ajánlani, hogy egy ilyen közös evolúciós társunk a lóval, amikor hirtelen nem lett rá szükség, hogyan bántunk el, hogyan lettünk hozzá teljesen hűtlenek. Kopasz kaktusz írja, a magyar olyan, megdöglött a tehenem, dögöljön meg a szomszédé is. Jó, de ez nem magyar. Ez nem csak magyar tulajdonság. Igen. Például Bono ezt mondta az írekről, hogy az írek pontosan ugyanilyenek, mint a magyarok. És általában abból az állapotból, tehát abból a helyzetből következik, hogy nincsen lehetősége, nincsen eszközöm, függök valamitől, egyszerűen be vagyok tojva, ezért taposok lefelé, egyszerűen erről szól az egész. Az a baj, hogy ti szociális problémaként tekintetek a hajléktalanokra, pedig melléjük pszichológus kell. A mély szegénység más, rajtuk még lehetne segíteni, hogyha helyzetbe hozná őket az állam, írja Garzson. Jó, csak Gerzson. Ha lemész egy aluljáróba és körbe kérdez, akkor hamar össze fog keveredni ez a kép, mert lesz ott ember, aki a mély szegénységből került oda, lesz ott ember, akinek mentális problémája van, lesz ott ember, akinek alkohol problémája van. Tehát ez nem egy ennyire egyszerű képlet, hogy ilyen éles határvonalakat lehessen húzni. Amikor valaki azt mondja, hogy Ő tehet róla, hogy hajléktalanná vált. Én miért tudok adót fizetni? Őt miért segíti az állam? Akkor ebből a mentalitásból én azt érzem kihallani, hogy ők azt gondolják, hogy ővelük ilyesmi soha nem történhet meg. Hogy ilyesmi nem fordulhat elő. De ne higgyétek, sokkal könnyebb az utcára kerülni, mint hinnétek.
sokkal könnyebb kiesni ebből a hálóból. Nem olyan sűrű ez a háló, nem olyan sűrű szövésű, és nem olyan erős, hogy megtartson. Talán csak egy pókháló, talán csak egy pókfonállal csatlakozol, kapcsolódsz a társadalomhoz. És talán most még igen, de ahogyan ez az elidegenedés zajlik, és azáltal is zajlik ez az elidegenedés, és ez az elhidegülés, és ez a társadalomnak a szerte széjjel hullása, hogy te így gondolkozol, és ilyen véleményeket fogalmazol meg. Te magad gyorsítod fel azt a folyamatot, ami a te létbiztonságodat is veszélyezteti. Ezt értsed meg. Egyébként Gerzsónak teljesen igaza van a mély szegénységgel kapcsolatban, meg a pszichológusokkal. Amúgy adót mindenki fizet, ha mást nem, fogyasztásit. Ez egy tipikus gagyi érv, hogy én adót fizetek, mindenki fizet, erről van szó. A hajléktalan is fizet adót, amikor megveszi azt a rohadt felest, amit bever, akkor is fizet adót, szóval erről van szó. Bulcsú, jól látod, az állam helyett a civileknek kell segíteniük. Te mondtál ilyet? Igen, mondtam. Úristen, én ezzel nem értek egyet. Hát is. Én arról beszéltem. Nem, szerintem az államnak abban kéne segíteniük, hogy kiköveteljék, hogy a civileknek az lenne a dolguk, hogy kiköveteljék, hogy az állam segítsen. Szerintem nem a civileknek kell segíteni. A civileknek az államot kell tetszhalott állapotából életre pofozni, hogy az állam ellássa a vállalt kötelezettségét. Én valójában nem vitatkozunk egymással. Én azt gondolom, hogy jelenleg nézzük, hogy mi a helyzet az állam utcára, hogy van. A civileknek az egyik kötelességük, hogy kiköveteljenek egy normális államot, ez az egyik feladatuk, de a helyi közösségek, illetve a civil közösségeknek a nagy ereje az az, hogy a helyi problémákat jól tudják megoldani, és hogyha van egy erős szolidaritás a társadalomban, akkor az ilyen kis mini sejtekből indul ki, akiknél van pénz, van társadalom, ami akarat, tudnak szerezni munkahelyet, és a helyi közösség problémáit meg tudják oldani. Hogyha a problémát nézzük, akkor ez már egy lépéssel közelebb van ahhoz, amit én jónak tartok. De én nem értem, a civilek azok önmaguk által szervezik meg önmagukat. Nem kapnak pénzt sehonnan se. Az államnak meg adózunk, az állammal függő helyzetben vagyunk. Az állam az a bizonyos jogaink gyakorlásától megfoszt minket, az állammal szerződéses viszonyban állunk. Mi az, hogy a civileknek kéne segíteniük? Ugye, az alapfelvetés rossz, várjál, Attila folytatja. Ti mit vagytok hajlandóak elvenni a szátok elől? Minden, milyen számotokra fontos dologról mondtok le a hajléktalanok javára nap, mint nap? Hát például kérdezi a műsoridőnkről Attila. Egyébként nagyon hát szívesen. Most momentán a műsoridőnkről mondunk le. Napi 1-200 forint újságra, az még semmi, írja Attila. Attila, nem fogok belemenni ebbe az utcába, és nem fogok visszakérdezni. Nem fogok bele visszakérdezni, hogy és Attila, te? Mit? Miről mondasz le nap, mint nap? Napi 1-2000 forint, az még semmi. Tehát, hogy persze, belemehetünk ebbe az utcába, fog változni ettől a helyzet? Jó. A mi dolgunk lenne? Az én dolgom lenne személy szerint? Az én dolgom az, hogy életre pofozzam a közvéleményt, hogy a közvélemény életre pofozza a szunnyadó civil mozgalmat, a szunnyadó civil mozgalom pedig életre pofozza az államot. Hogy az állam pedig életre pofozza a hajléktalanokat. Igen. Én ebben látom a saját feladatomat, ebben a konkrét helyzetben, hogy itt ülök a mikrofonon. Én nem akarok mentegetőzni, semmi szükség nincs erre, csak inkább arra reagálnék, amit felvetettél. A civileknek nem mondjuk meg, hogy mi a dolguk, az egyébként szerintem fontos dolguk a civileknek, hogy a társadalom. A civileknek az a dolguk, hogy többen legyenek, mint egy futballcsapat. Szerintem az a dolguk. A civileknek nem a tevékenységükkel van a baj, hanem a számukkal ebben az országban. Egyébként egy kis helyi közösség, 4-5 ember, hogyha összetud szedni egy kis tőkét saját erejéből, annak nagyon nagy hatása van. Ennyi. De amellett, hogy én nagyon örülök, amikor a civilek egy élhetőbb társadalmat követelnek, annak is nagyon örülök, amikor a helyi problémákat a szolidaritás szemszögéből megpróbálják megoldani a saját ízük szerint. Kaptunk néhány zseniális SMS-t.